Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola lett az Encsencs Penészlek Nyírvasvári Iskola penészleki tagintézménye. A címet azoknak az intézményeknek adományozza a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, ahol fogyasztói tudatosságra nevelik a tanulókat, és szem előtt tartják a pénzügyi ismeretek gyakorlati alkalmazását is. A diákok kompetenciafejlesztésében kiemelt terület a vállalkozói szemlélet, illetve képességek fejlesztése, valamint a fenntartható környezet és társadalom szemlélete hatja az oktatást. Általános iskolák és középiskolák pályázhatnak, az ők akár szakközépiskolák, szakgimnáziumok, általános iskolák. A pályázatunk most már 8 szempontrendszert tartalmaz, ez egyfajta sorvezető az iskoláknak. Itt feltüntettük, hogy vetélkedőket szervezhetnek, osztályfőnöki órák keretében beszélhetnek a fogyasztói tudatosságról, felhívhatják a figyelmet az internetes kereskedelem lehetőségeire, illetve veszélyeire. Ezen felül piacokat látogathatnak, helyi vállalkozókat, akik már fogyasztóbarát vállalkozók, azért, hogy a gyerekek a gyakorlatban lássák azt, hogy milyen módon tudnak tudatosan vásárolni. A 2016-os tanévben 13 megyéből összesen 35-en pályáztak, és ebből 23 iskola kapta meg az elismerő címet. 2017-ben Penészleken több pályázaton nyert program is megvalósul, amelyek megyei szinten is példaértékűek. Az általános iskola szeptembertől novemberig 39 pályázatot nyert, ami azt gondolom, hogy a térségben is példaértékű. Nagyon sok pályázaton veszünk részt, az önkormányzat is, éppen most folyik itt a szomszédban is az óvoda felújítása, új orvosi rendelőt építünk. A diákok a tantestület segítségével látványos programokkal várták az eseményre látogató érdeklődőket és meghívott vendégeket. Azért jó ez a pályázat, ami úttörő jelentőségű a térségben, mert hátrányos helyzetű térség lévén minden lehetőséget szeretnénk megragadni, és ez is egy lehetőség. Máskülönben az igazgatóasszony munkája az példaértékű ilyen tekintetben, mert számtalan pályázattal segíti a diákok életét, segít abban, hogy habár nagyon messze vagyunk mindentől Penészleken, azért a világ bejöjjön ide. A térségünkben, de szerintem a megyében is ez az első ilyen jellegű pályázat, amikor a gyerekeket megtanítják a tudatos vásárlásra, tudatos fogyasztásra. A gyerekek meghívást kaptak a Nemzeti Fogyasztóvédelem Laboratóriumába, ahol betekintést nyerhetnek a piacfelügyelők munkájába.